újabb képviselői fogadóra, aki kérdez Vajnai Melinda, és aki válaszol. Kőszeg János, Szemeretelep és Ganztelep képviselője. Kezdjük a forgalomszámlálással. Lakossági észrevétel és lakossági bejelentés kérés után forgalmat fog számlálni a BKK-hol, és miért? Körülbelül egy olyan 2-3 hónapja jutott el hozzám, hogy volt egy ilyen lakossági igény, amit az önkormányzatra adtak be, hogy a Balcsinyiszki utcán a templomok és az óvoda meg a bölcsőde magasságában egy gyalogátkelő helyet kéne létesíteni. Valóban ott 3 templom is van, az óvoda, a bölcsőde is elég nagy forgalmat bonyolít le reggel és esténként, ezért szerintem is szükség van rá, de ezt meg kell előznie egy forgalomszámlálásnak. Erre kellett most várnunk a nyár végéig, mert a Budapesti Közlekedési Központ most tudja elvégezni ezt a forgalomszámlálást, hogy már a gyerekek iskolába, óvodába járnak. Ekkor elvégzik, arra kérem az ott lakókat, hogy használják sűrűn ezt a kereszteződést, hogy valóban oda megtehessük ezt. Egy játszótér is ott van a közelben, tehát nagyon aktuális lenne, hogy oda egy gyalogátkelő hely létesülje. Erre az anyagi háttér megvan, meg tudjuk csinálni, csak ehhez megfelelő előírásokat teljesíteni kell, tehát most ezen egy munkám, ezen dolgozom, hogy ez minél előbb létesülhessen. Zebra lesz akkor, hogyha jól értem, semmiféle lámpával? Igen, hát a zebrának az elhelyezés is annyi előírása van, hogy ott még lehet, hogy póznákat is kell áthelyezni, tehát nem egy egyszerű dolog ezt megépíteni, de reméljük, hogy sikerülni fog. Nem kell semmi más, tábla lesz kint, és zebrával lesz levédve a kereszteződés a gyalogosok számára. Mikor járkáljanak az emberek? Hát most a szeptember folyamán lesz, ekkora ígérték a forgalomszámlálást. Hát nyilván nem lehetett erre kérni, csak mégis amikor átmennek, akkor ott ebben a kereszteződésben, ahol a 2 templom is van, az utca kereszteződés, ahol a bölcsődéhez át lehet menni, a Szitnya utca és a Balcsi kereszteződésében, ott szeretnénk ezt létesíteni. Nagyon nagy örömhír egy pénztárról szóló. Hát mi történt? Igen, hát a hosszú és igen, hányattatott megbeszélések után végre sikerült a MÁV-val megegyezni, hogy kitegyenek egy reggel 6-tól este 6-ig nyitva tartó pénztárat a Ferihegy egy vasútállomásra. Eddig is csak, ami korábban a Ferihegy egy repülőtér működött, addig ott volt bent jegyváltási lehetőség. Most, hogy az bezárt, már ez is megszűnt, csak egy automata volt az állomáson, ahol azonban nem lehetett helyjegyet váltani, meg hát nem lehetett kommunikálni senkivel, csak az automatával, tehát ez egy sokkal komfortosabb szolgáltatás, és itt most már minden jegyet meg lehet váltani reggel 6-tól este 6-ig, egy pénztár konténer lett letéve. Korábban annyit már sikerült elérni a MÁV-nál, hogy egy éjjel-nappali őrzés legyen ezen az állomáson, mert ott hát ezen a felüljárón, ami nem a legjobban lett elkészítve, rengeteg graffiti jelent meg, ezeket eltüntettük, többször dolgoztunk rajta, hogy lesikáltuk ott önkéntesekkel, hogy valahogy jobban nézzen ki. Volt néhány ilyen poliuretán burkolólap csere is, amik nagyon elkoszolódtak már, azokat lecserélték, tehát próbálják rendbehozni, és most ez a pénztár megjelenése, ez most már lassan egy hónapja, hogy működik, de hát ez egy sokkal komfortosabb szolgáltatás. Egyre többen használják egyébként ezt a lehetőséget a városba jutásra, hogy a vonattal menjenek be a Ferihegy egy vasútállomásról, ezért korábban tettük oda azt a kerékpártárolót, ami most már lassan megteli kerékpárokkal, tehát egyre többen jönnek kerékpárral oda, és ezt a abszolút környezetbarát megoldást választják a városba jutásra, és a környezete is kezd fejlődni. Most éppen nyitott a napokban egy élelmiszerbolt ott a Ferihegy vasútállomás mellett. Ahogy hallom, most érkezett be az önkormányzat, ez kérés, hogy egy büfé is fog nyílni ott a másik oldalon. Tehát ahogy növekszik a forgalma ennek a vasútállomásnak, megjelenik az infrastruktúra is körülötte. Amivel bajban vagyunk még, és nem tudtuk megcsinálni, az, hogy megfelelő parkolóhelyeket is biztosítsunk ezen a területen. Hát most ezügyben azt próbálom intézni, hogy a Lugos utca 16-ban van egy üres telek, ami az állami vagyonügynökség tulajdonában van, és ezt évek óta üresen áll, csak egy kerekes kút van a közepén, semmi más az égvilágon. Azt viszonylag kis költséggel át lehetne alakítani egy normális parkolóvá. Hát jó lenne, hogyha ezt meg tudnánk csinálni, ezügyben most kezdtük el a tárgyalásokat, hogy megkaphatnánk-e ilyen parkoló célra ezt a telket. A másik vasútállomás, amit megint örvendetesen sokat használnak, és szintén a körzetemben van, ez a Szemeretelepi vasútállomás. Ott már most elkészültek a tervei egy parkolónak. Ott is nagyon sokan állnak meg autóval, egy olyan
15-20 autó áll reggelente ott, és hát most, hogy jönnek az őszi idők, rendezetlen a terep, ahol állnak. Nyilván az esők után sár és hát gazos állapotok vannak, tehát az úgy nem tartható, ezért azt egy fölmurvázással megpróbáljuk portalanítani, és kicsit tereprendezni, hogy kulturáltabban állhassanak meg az autók. Egyébként kerékpártároló itt ennél a vasútállomáson is, miután egy éve kirakadtuk, az oda rendelkezésre áll. Egyébként biztonságos ez a parkoló a Szemere telepen? Igen, hát ugye szemben van a bakterház, és onnan pont rálátnak az autókra, nem hallottam még, hogy bárkinek az autóját itt bántották volna. A kerékpártárolókkal kapcsolatban pedig azt szeretném kérni, ez leginkább a Ferihegy egyre vonatkozik, hogy a kerékpártárolót figyeli a kamera. Tehát ha oda teszik le a kerékpárokat, ott biztonságban vannak. De láttam többször, hogy korláthoz, más egyéb oszlopokhoz kötik a kerékpárt, azt nem látja a kamera, loptak már el onnan kerékpárt. Tehát arra kérném az utasokat, hogy a kerékpárokat a kerékpártárolóba helyezzék el, az a legbiztonságosabb hely. Legalábbis a Ferihegy egyen, ahol kamera van, sajnos a Szemere telepen ott nincsen kamera, tehát ott ezt nem tudom megígérni. És hogyha már említette a bakterházat a bakterrel, akkor mi a helyzet a fénysorompóval? Ugye, hát ez egy évek óta húzódó harc. Körülbelül egy éve volt, hogy pontosan kiszámoltattam a WAF szakembereivel, hogy mi fog történni, ha a fénysorompó megnyílik. Kevesebb ideig lesz ez zárva a sorompó, mert tudni kell, hogy az elektromos zár, ami majd fogja irányítani a fénysorompót, a sajnos a szemeretelepi vasútállomástól nagyon messze, még a Ferihegy egy állomáson is túl kívül van az elektromos zár. Tehát az fog történni sajnos, amikor a fénysorompó működésbe lép, hogy bejön a vonat a Ferihegy egy állomásra, és már lezár a fénysorompó szemeretelepnél. Elhagyja a Ferihegy egy állomást, ugye a Ferihegy egyen mindegyik vonat megáll. Szemeretelepen a vonatok 30%-a áll meg, még ott is megáll, a sorompó még mindig zárva van. És majd csak mikor elhalad, és ha a másik irányból nem érkezik éppen vonat, ugye 600 méter ez a távolság, amíg ez a biztonsági zóna van, amin belül lezár a fénysorompó, addig nem nyit fel a sorompó. Ahogy kiszámolták nekem, sajnos nem lesz rövidebb ideig zárva a sorompó ezután sem, mint ahogy most. Ezért egy ideje nem is nagyon küszködtem már ezzel, hogy ez minél előbb legyen meg. Most azonban mégis a MÁV szakemberei azt mondták, hogy kiírták a pályázatot, lesz egy jelzőlámpás keresztelődés a Gyömrői úton, ugye ez feltétele annak, hogy az autók, amikor a fénysorompó fehérre vált, tehát átengedi az autókat, akkor a Gyömrői úti keresztelésben is zöldre fog váltani a lámpa, és az autók akadálytalanul elhagyhatják a Ferihegyi úton, pontosabban, hogy ezt még Ferihegyi úton hívjuk ezt a részt, elhathassák mindkét irányba a kereszteződést, a sorompós átjárót. Ennek most írták ki a pályázatát, fél év, azt mondták, amíg ez meg fog épülni. Én azt mondom, ahogy ismerve a MÁV-nál folyó dolgokat, hogy egy-másfél év múlva ezt megnyitják, akkor jó, csak sajnos sokat ne várjunk tőle, mert a sorompó nem lesz rövidebb ideig zárva, mint most. Egy szelektív hulladékgyűjtő áthelyezését sikerült elintézni. Honnan, hová? A Tátrafüred térről, vagy hát tulajdonképpen már tér nincsen, csak egy picikekkel játszó tér, de hát akik ott laknak régóta tudják, hogy annak Tátrafüred tér volt valamikor a neve. Tehát erről a játszótér elől helyezzük el azt a szelektív hulladékgyűjtőt, ahonnan nagyon sok lakossági panasz is érkezett, és állandó szemét van körülötte, ami hát nem ideális egy játszótér környékén, ezért az a Pataki István utcába fog átkerülni, tehát nem szűnik meg ez a szelektív hulladékgyűjtő, meg lesz ez a lehetőség, oda lehet vinni a hulladékot, de kérem, hogy kultúráltan valóban behelyezve a szelektív hulladékgyűjtőbe rakjuk le. Azért igyekszem eltenni a főútvonalok mellől, most már ez a második, amit így a Bajcsinszki utcáról elviszünk, mert itt nagyon nagy az átmenő forgalom. És az a gyanunk, hát bizonyíték nincsen rá, de az a gyanunk, hogy teherautókkal hordják ide nagy mennyiségben a szemetet, és úgy rakják le csak a hulladékgyűjtő mellé, és ez okozza a panaszokat, ezt szeretnénk most megszüntetni.